akkor Kuti Ági, a Círókabáb Színház művész, főrendezője, művészeti vezetője fölkért, hogy csinálják egy bábelőadást 6 és 9 éves korosztály számára, akkor egyrészt ugye soha nem csináltam ilyen előadást, bábelőadást meg még kevésbé nem, tehát ennek a korosztálynak sem, és de azt gondoltam, hogy ha ő megbízik bennem, akkor ezt el kell vállalni, és egy kaland és valamilyen területet föl lehet fedezni újra. És igazából, amikor a darabot kiválasztottuk, akkor azt gondoltam, hogy én próbálom keresni, kutattam, hogy milyen technikák léteznek, bábtechnikákat, persze sok mindent ismertem, de mégis néztem, amit lehetett. És akkor találkoztam tulajdonképpen a tárgyanimációval, és akkor ugrott be, hogy na, ez talán egy érdekes út lenne ezt kipróbálni, végigjárni. És innen indultunk, aztán végül is Mátra Völgyi Ákossal, a tervezővel jutottunk beljebb, ugye amikor már a térnek bizonyos elemei kialakultak, és aztán utána meg hát a színészekkel együtt találtuk ki, dolgoztuk ki azt, hogy hogyan lehet mozgatni, hát rengeteg dolgot tanultunk mi is, nagyon sok tévutat jártunk be, és aztán jött végül is ez. Bocsánat. Hol is tartottunk? Mármint a kaffehelyi vagyok előtt. Hát... vadásztunk. Igen. És majdnem táncoltunk is. Hát, majdnem bizony. Csukja be a szemét. Tartalmilag, ha van egy ilyen része, akkor tulajdonképpen kétségtelen az, hogy ugye a hamupipőke történetben van egy ha úgy vesszük, akkor ugye a hamupipőke nem az, akinek látszik. Tehát, és itt ez gyakorlatilag a szemétről is elmondható, tehát itt a tér az egy szemét, most itt kidobott tárgyak vannak, ugye kukák, a kukákból kerülnek elő semmire se való dobozok és papírok és elhasznált kájhacsövek, és tulajdonképpen ezeket nem nézzük semminek, de ha úgy játszunk velük, akkor valamire jó. A másik, ami engem izgatott ebben, az én gyermekem is 6 éves, akkor ha éppen 6 éves volt, amikor elkezdtük ezt csinálni, és én azt láttam, hogy persze néhány tipikus játékon kívül, amit gyártanak gyerekeknek, azon kívül tulajdonképpen a legjobb szórakozás számára az, hogy ha valami kartonból, papírból, valaminek a dobozából elkezdünk játszani. És a képzeletünk hozza létre tulajdonképpen azt a világot. Ha! 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 Ha!
zenében is. Tehát akkor, amikor a Monore Andrissal beszéltünk, akkor ő rögtön mondta, hogy hát lehet nem hangszereken is zenélni, és akkor mutatta azt, hogy a csöveket be lehet hangolni, és akkor csöveken lehet. Úgyhogy ez tulajdonképpen ezek hangolt csövek, PVC-s csövek. Abszolút végigélő. Tehát ezt ők játsszák itt, megtanulták, sok gyakorlás volt. Ezek mind behangolt csövek, azt hiszem, hogy 9 hangra van hangolva az egész, és annak variációiból áll össze az összes zene, amit énekelnek és csinálnak. Felség! És azt mondja, attól tartok, mégiscsak királyi lesz. Nagyon haragszik? Hát ha elvisz Pápua Új-Guineába, talán megbocsátok. Hölgyeim, már nem akarnak hozzám jönni? Egy komornyi, egy személy. Ezt a szégyen. A hölgy a lányaival együtt önként távozik. De ha én tudtam, hogy te kérdezik. Most! Papua Új-Guineába? A babát csak szeretném.